A hely. A műsorvezető Farkas Erika. A felhangzó rokkakordok mutatják a mai műsor lényegét. Olyan helyet mutatunk meg, ami ugyan még nincs, de mégis van. A TTT Nemzeti Beat, Pop és Rock Archívum a helyünk. A TTT, itt ne tévesszem meg senkit, nem a Tízen túliak társasága című tévésorozat. Nálunk most a TTT, azaz a 3T, a tiltás, tűrés, támogatás hármasának, a rendszerváltás előtti valóság kultúrpolitikai irányelvét jelenti. De semmi elmélet, jöjjön a gyakorlat, szóljon a rock! Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mostani felvétel több szempontból is ritkaság. Egyrészt viszonylag ritkán veszünk föl műsort magáháznál. Másrészt elenyészően ritkán csinálunk helyet olyan helyről, ami nincs. Illetve van, de nincs. Beszélgető társa Monostori Péter volt kollégám. Most én egy rockgyűjteményt jöttem megnézni, de az hol van? Ez Winchestereken van, illetve CD-ken, DVD-ken. Ez jelen pillanatban több mint 2000 különálló hang- és képfelvételt tartalmazó archívum, amiből egy nemzeti közgyűjteményt szeretnénk létrehozni. Mi a neve? Hát most TTT Nemzeti Beat, Pop és Rock Archívum. Na jó, de hát egy Winchesteren létező gyűjtemény az viszonylag nehezen kézzelfogható. Ez igen, viszont itt az elsődleges feladat ezeknek az anyagoknak a megmentése, mert a Winchester előtt ezek régi analóg hangszalagokon vannak. És hát ezek a szalagok pusztulnak. De egyáltalán hogy kell egy ilyen gyűjteményt elképzelni fizikai valójában? Mi arra gondoltunk, hogy ha az állami támogatás megjön, akkor nyilvánvalóan valamiféle állami ingatlanba bele lehet költözni, és akkor már nem csak mint archívum fog működni, hanem az egy könnyűzene történeti kutatóközpont is lenne. Még mindig izgat engem ennek a formája, mert ugye, ha vagyok egy képtárban, akkor miről van szó? Kép, leírás, kép, leírás. De ha valami hangfájlok halmaza, akkor az hogy lesz megnézhető kvázi gyűjtemény? Hasonlóképpen, mint ahogy annak idején mi jártunk a Széchenyi könyvtárba, például az zárt anyaggyűjteményben, vagy a folyóirat gyűjteményben, a kutató megjelöli, hogy ő mire kíváncsi. Mi a fokozottan védett nagy szerverről, illetve nasokról letesszük neki egy kutatónasra. A nas a dupla Winchester tartalmazó doboz lényegében. Kitennénk kifejezetten azt az anyagot, amivel ő dolgozni szeretne, ő bejön a kutatóközpontba, leül egy géphez, ahol van egy fülhallgató, van egy laptop, és úgy tekergeti, nézegeti, ahogy akarja. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy további két beszélgető társam is van, tehát így szétosztogatom a kérdéseket, hogy mindenkinek jusson elég élvezeti cikk. Szóval, hogy mi a rock? Korelnökünk érkezik, Csiga Sándor. Nem látszik rajta róla, amit kell tudnunk. Költő, rockszövegíró, és azzal dicsekedhet magának, hogy az egyik leghíresebb magyar rockzenei szerzemény a Zöld, a Bíbor és a Fekete szerzője. Tehát akkor azt már megbeszéltük, hogy ez egy kutatható gyűjtemény lenne, van hátszél, higgyük, hogy egyszer lesz épület is. De mi a rock? Szóval a rockzene az egy meghatározhatatlan fogalom, kemény zenét jelent, és alapvetően progresszív, teljességre törekedő művészet, mert a rockzene, legalábbis a lényege, a számottevő valamire való rockzene, az mindig művészet akart lenni. A művészet pedig ugye a környező világot tükrözi, és a rockzene ugyanez, hangos, ütemes és erőszakos a maga módján, de ugyanakkor nagyon komoly érzelmeket, gondolatokat tükröz. Én ehhez földhöz ragadt vagyok. Honnantól számítják a rockzenét? A rockzene valamikor a 68-as diákmozgalmak, egyebek, úgymond világforradalom, mondjuk így. Onnantól van rock? Igen, az azt követő időszakban alakult ki, a hippi kultúra tetején. 60-as évek végén, 70-es évek elején a rock meghatározó zenekarai, mint Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep,
ezek mind akkor indultak, Emerson, Laken, Palmer. De nincs egy olyan, mint művészettörténetben egy ilyen mérföldkő, egy ember, egy konkrét koncertje, az a kezdeti pont? Ez majd a jövő zenéje lesz, hogy ezt van kitalálják. Nincs. Ez kialakult, ez mindig alakul. Ez olyan, mint hogy a másik szakmám a sárkányrepülés. A sárkányrepülésben is folyamatosan alakult minden. Rossz a válasz, mert az biztos meg tudja mondani, hogy ki volt az első sárkányrepülő, vagy hogy mikor repült föl először egy sárkányrepülő. Engem az érdekelne, hogy melyik az a dátum, amikor először a rock történetbe valami elhangzott? Én nem tudok ilyen embert, ilyen nevet mondani. A John Lennonnak is voltak rockos dalai már az utolsó időszakában. Ott van például az Eperésvérben bizonyos dalok, a Hair című musical. Hát az már konkrétan rockzene volt. Az a lázadás, a továbblépés, a világ jobb átétele, mert ez nagyon lényeges, mert most is van lázadás, csak nem mindegy, hogy milyen irányba hat. Korban ki az első magyar rocker? Például az Illés Együttesnek volt az utolsó időszaka a Leventékkel, tehát az utolsó lemez már rockos volt, és az LGT, ami 71-ben alakult, az konkrétan már rockzene volt, az első két-három lemezük az rockzene volt, és nem is akármilyen rockzene volt. Hát aztán a Scorpio, ilyenek, a 70-es évek eleje. Mekkora anyagmennyiségről beszélünk? Nem lehet ezt begyűjteni. Ezek az anyagok, nem itt tároljuk őket egy raktárban. Kinek-kinek otthon megvan kazettán, videószalagon, szuper 8-as filmeken. Megkapjuk, lemásoljuk, és természetesen visszakapja a tulajdonosa, tehát nem tároljuk itt, hanem a digitalizált korszerű anyag van meg, és így tudjuk megőrizni az utókor számára. Egyébként rengeteg munka van, újságcikkeket összegyűjteni, a még élő ősmasztodonoktól, akik ezt a szakmát üzték, végigvitték, akik hozzá tettek a világhoz, a társadalomhoz, ehhez a műfajhoz, azoknak be kell gyűjteni a meglévő anyagait, egy panteont kell ennek a műfajnak létesíteni, át kell adni az üzenetet. Hát igen, csak üzenetre nem lehet gyűjteményt építeni, hanem darabszámra, kutatandó anyagokra. Ha jól értem, az elejét nem tudjuk. Van-e vége a rocknak? Már nincs rock? Hogy de lenne? José? Egy Jozit ismerek, a színész, az is úgy néz ki, mint maga. Miért mutogatott magára a Laci? Mi a teljes neve? Bese László. Hogy került ide a megszállott veteránok csapatába? Már elnézést kérek mindenkitől. Hát meghívásos alapon. Ugye édesapámtól örököltem ezt az egész témát. Apukája mit csinált? Hát édesapám fiatal korában amatőrzenész volt, meg még ebben a korszakban csinált régi háború túlélt szekrény ajtajából gitárokat, amikor még ugye nem lehetett kapni. Aztán, amikor családot alapított és polgári munkája lett, akkor pedig járkált a koncertekre, a klubokra, jó viszonyt ápolt a magyar művészek egy részével, és mindig mesélt. Tehát én gyakorlatilag ebben nőttem fel, én már anyám hasában ezeket a sztorikat hallgattam. Tetszik? Hát nagyon, hát én mai napig dolgozok ezeknek az embereknek. Mit dolgozik nekik? Különböző háttérmunkákat, amire megkérnek, komoly archívum van, és hát van olyan, hogy rádió műsor, tévé műsor, akkor adjak olyan felvételt, hogy ne valami rossz minőségű felvétel menjen le. Aztán rengeteg művésznek én kezelem a honlapját, Facebook oldalát, készítem elő a lemezeiket. Azért mutogatott akkor magára a Laci, mert magának kell tudni a konkrétumokat. Szeretném megtalálni valahol a tudományos fogódzókat ebben a témában. Tehát akkor hát, ha maga azért emberem, mettől meddig számít a rock? Hát én szigorúbban veszem, én 67-től számolom a Sgt. Pepper-től, meg az első Pink Floyd-tól, és azt gondolom, hogy a lényegi része a rocknak meghalt, tehát az öregek még zenélgetnek, egy David Gilmour óriási zenéket csinál, de a fiataloknak hiába van meg a technikai tudása, hogyha nincsen az a társadalmi mozgósító erő, ami ezt népzenévé emelte. A gyűjteményről meg azt tudom mondani, hogy a legkorábbi felvétel az egy 63-as Illés koncert, amatőr felvétel, még a Szörényék előtti felállás. De amit mond, az rendkívül fontos. Hogy? Nincs meg már hozzá társadalmi töltetés. Ha elmúlt, akkor nem lehet bele visszatuszkolni. De hát ezért is van, hogy ez egy történeti intézet. Mi abban gondolkodunk, hogy ezt a korszakot olyan módon prezentálni, hogy ne lehessen elhazudni a lényeget. Nálunk ugye egy speciális helyzet volt, hogy amikor ennek a műfajnak a hőskora volt, akkor ugye egy diktatúra működött, és kettős
beszéd. Volt egy első nyilvánosság, meg egy második, és mondjuk ami egy eredeti dalszöveg volt, az nem feltétlen kerülhetett föl hanglemezre, vagy rádióba, hanem egy cenzúrázott, vagy átírt változat került föl, és nekünk nagyon soknak megvannak az eredeti verziói. Demóban, koncertfelvételekben, és mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez összefésülhető legyen, tehát a hanglemezgyári tévés rádiós archívum azokkal a demokkal és bootlegekkel, ami a valóság volt, valamint hogy az akkori még fontosabb dokumentumértékű konferálások. Tehát, hogy akkor mit gondolt a művész a daláról, és nem az, hogy a mostani politikai szemüvegén, vagy hogy melyik volt zenésztársára haragszim elvitte a csaját, hanem hogy akkor mit mondott, hogy miről szól ez a dal, milyen akkori fontos társadalmi dologra reflektált, hogy miért vitték el a basszusgitárosukat, hogy miért kellett énekest cserélniük, mert hogy az elvtársak föntről benyúltak, mert a másik zenekarnak nem akarta a konkurenciát. És ezek az igazán fontos dolgok, amik most teljesen rejtve vannak. A rocknak feltétele, hogy valami ellenében legyen, hogy egy diktatúrában jelenjen meg? Vagy ez a magyar rocknak egy ilyen specialitása? Hiszen azért Lajtán túl is rockoltak. Szerintem ez egy specialitás, mert a többi úgymond szocialista országban jóval keményebben fogták a gyeplőt, és nem lehetett ennyire se zenélni. Ugye nyugaton meg mindent lehetett. És ezért aztán itt egy ilyen speciális helyzet alakult ki, hogy lehetett ugyan üzenni, de azért a sorok között, és lehetett ugyan lázadni, de csak korlátok között, és igazából ez adta az egésznek ezt a plusz jelentését, amitől itt ilyen, hát legalábbis az apámnak, meg a barátainak, meg a nagybátyámnak ez egy ilyen, gyakorlatilag egy identitást adott. És akkor jövök ide megint Péterhez. Zsozéról már többé-kevésbé tudjuk, hogy hogy került ebbe az egészbe. Beleszületett, aztán nem volt mit tenni. De Péter annyi mindent írt. Hogy jött ez össze? Van nekem egy unokatestvérem, aki nálam 10 évvel idősebb, és ő hátulgombolós koromtól kezdve elkezdett koncertekre hurcolászni. Ő valahogy közel került a zenészekhez, és hogy nem egyszer csak észrevettem, hogy tulajdonképpen jó ismerősök vagyunk komoly élvonalbeli zenészekkel. Volt egy-kettő, akivel a barátság mélyebb is lett, ilyen volt például ugye Bencsik Sándor, a P-Mobilnak és a P-Boxnak a gitárosa. Neki köszönhetem Csiga Sándort, és egyébként az ő lakásában ismertük meg egymást 80 novemberében, és akkor már éreztem, illetve hát már korábban is voltak olyan zenekarok, például a P-Mobil, ahol nem volt nagy lemez abban a korszakban, amikor mi szerettük volna. Így a rajongóknál szokássá vált, hogy megcsinálták a saját nagy lemezüket, úgyhogy oda kéreckedtek a keverőshez, akit ma hangmérnöknek hívunk, és valahogy megfűzte, hogy adjon egy csatlakozót, és a magnóját rá tudja tenni. Magam is így kezdtem, és aztán ez egyre komolyabbá vált. Édesapám, aki 80-as évek végén a Multivá vált cégnek volt a beruházási főmérnöke, gyakran járt Japánban, Németországban, hát a gyermekét meglepte mindig a korszerű technikai berendezéseivel, és hát akkor miért ne csináljunk még jobb felvételt? Ennek aztán az lett a hozománya, hogy a zenészek értelmesebbje az elkérte, és meghallgatta, hogy ott hogy is szólt ez a koncert, és az szépen gyűlt az anyag. Aztán jöttek a gimnáziumiak, után jöttek az egyetemi évek, akkor egy kicsit alább hagyott a dolog, és amikor Samut Bencsik Sándort 87-ben elvesztettük, akkor fogalmazódott meg bennünk többek között Csiga Sándorral, hogy ezeket az anyagokat, ezeket elő kellene venni. Ezek értékes dolgok, és megismételhetetlen. Majd a 90-es évek elején is lettek társaink ebbe a kutatásba. Az a társunk, Bálint Csabáról beszélek, jelenleg a Ram Colosseumban Rock Múzeumot vezet,
Ott is jártunk, csináltunk műsort. Ő a tárgyasult anyagokhoz fordult, mi megmaradtunk a hang- és képfelvételeknél. Ezt mind értem. De a hallgatók nem látják, hol állunk. Itt egy Attila. Mint ruhadarab. Mint ruhadarab, nem mint ember. Rengeteg kép, rengeteg anakronisztikus tárgy, rengeteg olyan dolog, ami igazából nem nagyon simul bele a rokba, mint olyanba. Sőt, hát egyáltalán nem. Az a helyzet, hogy köszönhetően általános iskola és gimnáziumi tanáraimnak az ember azért csak-csak fejben övés után egyetemet végzett, történelem szakot, csak történész lett, katonai szakíróként tartanak számon. Ott a könyvespolcon látszik két félarasznyi zöld kötet alul, a Magyar Királyi Testőrségről, illetve a Magyar Királyi Légierőről. Ez az életem másik lába. Nézzük meg a gyűjtemény nevét. Itt az a TTT. Ez a tűrt, támogatott, tiltott rövidítésében adódott. Ez ugye az acéli kultúrpolitika lényege volt, hogy bizonyos embereket nem engedtek, bizonyos embereket picit engedtek, bizonyos embereket kifejezetten támogattak. Erről szólt, ez nem csak zenes, ez irodalom is, történész specifikus is, tehát ha valaki nem úgy dalolt, ahogy kellett, bizony tettek róla, hogy elmenjen a kedve némileg. Azt meg lehet-e mondani, hogy a tiltott rock szerzemények jobbak, mint az engedélyezettek, tűrtek és támogatottak? Én azt gondolom, hogy a határ nem azon függött, hogy tiltott-e vagy nem tiltott. A támogatottak között is voltak kiváló szerzemények, mert a Piramis együttesről elmondhatjuk, hogy ő támogatott volt, kiváló dalai voltak. A Bojtorján is szerintem támogatott volt, nekik is voltak jó dalai. A P-Mobilnak viszont vesztek el nagyon-nagyon jó dalai, amik talán-talán az archívum segítségével majd megjelennek, illetve José barátomra hivatkozom, most az ő kenyerét veszem el. Vele számtalan olyan P-Mobil kiadványt készítettünk együtt, és persze Schuster Lóránttal, ahol ezek az elveszettnek hit felvételek vannak. Sőt, a srácok által említett Skorpió nevű zenekarnak is volt egy Kis József versre írt témája, az Anyaszív, amit Bors Jenő maga töröltetett le az első lemez mesterszalagjáról, ám de egy 73-as koncertfelvételnek köszönhetően előkerült. Olvastam, hogy fel akarják venni, vagy már felvették Benkő László nevét? Ez szándék egyelőre, ha az intézményesülés megtörténik. A kutatóközpontot róla szeretnénk elnevezni. Benkő Laci rettentő sokat segített nekünk. Jövök ide egy kicsit Sanyihoz. Na maga életében a repülés hogy jött? Én régi repülős családba születtem, repült édesapám, édesanyám, sőt bizonyos ágon az Almásival, akiről az Angol Beteg című filmet készítették, és rokonságban állok, ott is nőttem fel Szolnokon az Almási kert mellett a két repülőtér között. Na de nem pilóta lett. Hát dehogy nem. Na jó, de hát úgy értettem a pilótát, hogy aki repülőgépet vezet egyik városból a másikba, nagy gépes. Nem, akkor eléggé motivált engem a katonai repülés. Nagyon sok barátom, ismerősöm volt, aki ott repült, és ismertem a gyerekeket is, együtt jártam iskolába velük, a tiszti gyerekeket. Csak aztán egyszer láttam, hogy mi történik bent a laktanyában, amikor a vitorlázó repülőteret elöntötte az árvíz, mert az árterületen volt. Bent voltunk a laktanyában, és láttam, hogy mi történik katonáiknál. Amikor a harmadik emeleten bejött a tiszt a szobába, és között a fúj, elvtársak, piros van. Jaj, nyitjuk az ablakot, parancsnok elvtárs. Nem, hordják ki. És futólépésben sapkát belemerítve a büdösbe, leszaladni az udvarra, kiborítani, visszaszaladni, és ezt órákon keresztül. Ilyet azt mondtam, ez... Elég undort keltő így. Igen. Szóval ezt én nem akartam, és maradtam a sportrepülésnél, de 15 évig válogatott kerettag voltam, a sárkányrepülésben bejártam a világot. Ez elképesztő. Tehát sárkányrepült, mint fiatal arszlán napközben, és éjszaka meg rocker élet? Igen, ez úgy történt, hogy én mindig, amikor versenyre mentünk, Budapest határában konkrétan agyat cseréltem, én ezt úgy hívtam. Teljesen átprogramoztam magam, és egy teljesen más Csiga Sándor érkezett meg, vagy távozott el Budapestről. Mondani, egyébként még egy dolog a Benkő Lacival kapcsolatosan. Én újságíróskodtam is. És annak idején, amikor az Ella István orgonaművész volt a Hungaroton vezérigazgatója, akkor én riportot készítettem vele. Ez akkor volt, amikor a Bors Jenőt leváltották, és én úgy lettem újságíró, hogy mindenki elkezdte megvédeni Bors Jenőt, és én kiakadtam, hogy nagyon sok produkciónak a semmisé válása száradt Bors Jenő és a társulata lelkén, és én írtam egy két oldalas nagy cikket, ami megjelent az egyik labban. A lényeg az, hogy ezek után, Bors Jenő után kinevezték Antalék az Ella Istvánt, és az Ella Istvánnal készítettem egy riportot ezekről a dolgokról. És az Ella kérdezte a riport után tőlem, hogy kellene neki egy könnyűzenei igazgató, és nem tudja, hogy kit vegyen maga mellé könnyűzenei igazgatónak. Akkoriban az Omega együttes elég keveset játszott. Mondtam, hogy itt van például a Benkő Laci barátom, aki erre tökéletesen alkalmas.
Mondta, ó, hát a szívéből beszéltem, ő is gondolta arra, hogy ezek után a Benkő Laci lett a Hungaroton igazgatója, mert az Ella egy idő után lemondott, és így sikerült, amikor a Hungaroton privatizálásra került, akkor így került ki a Kóbor, Várszegi, Benkő Laci, stb. Vonalon a Hungaroton a teljes archívumával, ami viszont egy kincset jelent, és ezért kezdtem el kotyogni most ebben a témában. Ez az archívum, ez megmentendő, ez a feladatunk egyik része, de a másik, megmondom, a konkrét kutató munkálatok. Jöjjünk meg a jelenbe, Péter. Ugye, ahol elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy van, de nincs. És ez fontos elmondani. Az egyik, hogy valamilyen módon politikamentessé akarják tenni ezt az egészet, tehát, hogy ne ismételje magát a történelem, hanem pont fordítva. Másfelől viszont rá vannak szorulva arra, hogy ez a kormányzat segítse helyhez, gyűjteményhez. Leginkább helyszínhez, ingatlanhoz, ami a kutatóközpontot fogadná magába. Lebonyolítás egyszerű? Tehát tulajdonképpen három számítógéppel bemennek, és akkor nem, José? Nem. Hát egy számítógép nem is alkalmas erre. Ez a rettenetes mennyiségű anyag. Mind a szalagok is, amiket én magam őrzök meg. Rengeteg Winchesterem van, mert nagy minőségben digitalizálunk, és több helyre, hogy ne vesszenek el. És hát a számát azt mondom, hogy az a négy gyűjtő, aki most névvel arccal lesz fővállalta, még nem esett szó Boros Csabáról, aki most Londonban él, és a BBC-nél kutatja a magyar felvételeket. Neki is egy hasonló kaliberű gyűjteménye van. Ez körülbelül olyan 4 és 6 ezer közötti felvételt jelent. De ez nem 6000 szám, hanem vagy egy komplett felvett koncert, vagy mondjuk egy album hosszúságú demo, amit az Erdőség egy az egybe kidobtak, hanem ez gyárból. Tehát ez nagyon nagy anyag. A gyakorlatban pedig úgy néz neki, hogy egy ilyen levéltári kutatás valósulna meg, aminek a legfőbb oka, hogy a felvételek nagy részét nem lehet nyilvánosságra hozni ész nélkül. Vannak benne olyan demók, ahol kamuangolul énekelnek, hamisan, akár trágárságot, akár bármilyen, amit nem akar most a művész fölvállalni, hogy most rajta csámcsugjanak. Aztán vannak olyan koncertfelvételek, ahol ugye rontottak, hibáztak, és ezt szeretnék a művészek, és úgy adták nekünk oda, hogy erre figyelni kell. A másik része, amiről már beszélt a Péter, hogy meg kb. 100 kiadvány készült a gyűjteményünkből, ez meg ugye rendezett módon kell, tehát hogyha ez egy kiadóhoz kerül, akkor ki volt a szerzője, az előadója, a címe az eredeti verziónak, vagy a kiadatlan dalnak, és ezen 40 év után már nem olyan könnyen egyeznek meg. Hogyan néznek a gyakorlatban? Lenne egy elég nagy épület, külön lennének a kutatóhelységek és külön a tárlóhelységek. Kutatóhelységek nyugaton hasonló kaliberű, ilyen főleg klubgyűjteményeknél úgy néznek ki, hogy ezek Faraday kalitkák. Nincs telefon, nincs internet, nem lehet bevinni eszközöket. Maga a kutató az egy olyan üveg vagy plexifallal elzárt részén van a helységnek, a hasonló egy hangstúdióhoz, és őt hallgathatja, mint a túloldalt a technikus bead a kérése alapján. És van még egy gyakorlati dolga, hogy aki kutatóként hallgatja ezt, annak ugye nincs arra szüksége, hogy ezt rögzítse, még akkor sem, ha nagyon ügyes bootlegger. Mi a bánat a bootleg? A bootleg az csizmaszár. A slang azt jelenti, hogy annak idején a kis magnókat egy csizmaszárba csempészték be a koncert, és ott vették föl ezeket. Hogy lelopni a felvételt. Igen, de ennek az a gyakorlati módja, hogy bizonyos időközönként beadnak különböző zajokat. Az a lényeg, hogy beazonosítható, hogy melyik nap, melyik órában, milyen gyakorisággal mi szólt. Tehát egyrészt kiadhatatlanná tenni, másrészt, ha mégis kikerül az internetre, vagy avatatlan kézre, akkor vissza lehet keresni, hogy ki volt az, aki elkövette a jogsértés, és ezekről hagyját leperlik a szerzők. Ez írtó érdekes. Mi minden van már minden szakmában? No hát, kedves hallgatóink, kedves Péter, szóljanak, megyünk. Abban a reményben, hogy tényleges helyszínen is tudunk hamarosan műsort rögzíteni, kiköszönünk a családi házból, ahol ez a beszélgetés zajlott. A felvétel Dany Zoltán készítette, a szerkesztő Pálfi Balázs, a gyártásvezető Vancsok György. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu, a műsor 60 napig újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, Farkas Erikát hallották.